A miskolci kemény dénes sportuszodában rendezték meg a Diákolimpia országos döntőjét, amelyen a megyei finálék, valamint a főváros legjobbjai álltak rajtkőre. A nyíregyházi arany fiataljai 3 éremmel tértek haza Miskolcról. Az első második korcsoportban vitézkedtünk az idén, ugyanis sajnos azt történt, hogy az A kategóriát a felső kategóriákban ugye egy diáksport szövetség egy vonással megszüntette. A második korcsoportosaink viszont teljes létszámmal részt tudtak venni a versenyen. Nagyon jó eredményt értek el. A fiúk 2-10-del maradtak le az országos bajnoki címről, ezüstérmet szereztek a 4x50-es váltóban. A lányok meglepetésre ugyanebben a számban a 4x50-es gyorsváltóban bronzérmesek lettek, nagyon szép eredménnyel, illetve egyéniben a Struhár Jászmin 50 mellé egy bronzéremig volt jó, 38-0-val új egyéni csúcsot úszott. A váltóval ezüstérmes Barkóczi Roland egy sérülés követően állhatott fel a dobogó második fokára. Nekem volt egy váll és könyök fájdalmam, szóval nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy milyen teljesítményt fogok elérni. Szerencsére 100 mellen 6. lettem, és a váltónak is nagyon örülök, hogy másodikok lettünk. Volt olyan úszó, akiben a váltóban szerzett érem ellenére is maradt hiányérzet. Nem vagyok nagyon elégedett, mert tudtam volna egyénibe is menni, csak nem sikerült a megyei diákolimpián, de nagyon szeretem volna egyénibe menni. A váltóba ügyesek voltunk szerintem. Az intézmény vezetője szerint az úszók az arany hagyományaihoz méltóan szerepeltek a diákolimpián. Az eredményekkel meg vagyok elégedve. Örülök annak, hogy ez a korosztály első-második korcsoport jutott föl most a dobogóra, a dobogó közelbe, mert azt jelenti, hogy az alapjak azok rendben vannak. Azt gondolom, hogy az iskola bizonyos szinten elkötelezett az úszás irányában. Szerkezetünkből adódóan ebben az évben is közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk, aminek az úszás az alapja, illetve úszóosztályokat, illetve büszke vagyok arra, hogy iskolánk minden tanulója megtanul úszni, és tud hódolni ennek a csodálatos sportágnak. Az aranyos úszók májustól július végéig klubszínekben a Delfin és a Cápa korcsoportban versenyeznek majd tovább.